friss közvéleménykutatások szerint az együttműködő ellenzéki pártoknak van esélyük a győzelemre a 2022-es választásokon. Kétharmad nélkül azonban komolyan meg lesz kötve az új kormányzat keze. Hogy ebben az esetben milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, azt Bárándi Péterrel és Szentpéteri Nagy Richárddal elemezzük. Jó estét kívánok a tudós uraknak! Arra gondoltam, hogy abból az alapvetésből induljunk ki, amit nagyon régóta hallunk, és ami most talán még erősebben előkerült az ellenzéki oldalon, és olyan jogtudósok szólalnak meg, mint Flex Zoltán, vagy ugye olvashatjuk Elek Istvántól hosszan kifejtve azt, hogy a 2011-ben életre hívott alaptörvény alapvetően alkotmányellenesen jött létre, így aztán érvénytelen. Ha érvénytelen, akkor az első dolga az ellenzéknek az kell, hogy legyen a parlamenti esküt követően, amennyiben megnyeri a 22-es választásokat, hogy ezt érvényteleníti is, és visszatérünk az előző alkotmányhoz, majd azt kell átdolgozni az ellenzéknek. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, azt gondolom, hogy a jogi fejjel gondolkozva mégsem tűnik annyira egyszerűnek. Mit gondol erről? Bárándi Pétert kérdezem akkor először. Vörös Imre ezzel 12 óta foglalkozik. Egy másik felfogásban találja meg, és én is egy másik felfogásban találom meg a megoldást, bár hát ezen sokat fogunk vitatkozni. Nem azt gondolom, hogy a 49 évi 20-as törvényt kell újból fölébreszteni a hamvaiból, hanem valószínűleg az lehet a megoldás, hogy mivel közjogilag, tehát a létrejöttének körülményeit tekintve is van baj a jelenlegi alaptörvénnyel, van baj a legitimitását tekintve is, hiszen ugyan kihozta létre ketten vagy hárman, erről vita van, lehet, hogy négyen is voltak ott, de hogy nem egyeztettek a... Nem volt társadalmi egyeztetés, nem volt szakmai egyeztetés. Hát de volt kétharmad, igaz, mindig ez az elv. Egyeztetés, hát az a kétharmad azért nem oldja meg ezeket a kérdéseket. Másrészt hát önmagában egy olyan szöveg, ami a hatalom kizárólagos birtoklására irányul. Na most ez a két ok olyan, ami igencsak támadhatóvá teszi ezt az alaptörvényt, és alkalmatlanná is teszi arra, hogy az alkotmányt helyettesítse. Ilyenkor lehet az a megoldás, hogy a parlament átveszi az alkotmánybíróság szerepét, és megsemmisíti az alaptörvényt úgy, ahogy az alkotmánybíróság is szokta tenni, bizonyos részeit egy határidőig, vagy egy esemény megtörténteig, mondjuk az új alkotmány létrehozataláig hatájában meghagyja. Ez joga van a parlamentnek? Ez az alkotmánybíróságnak van klasszikusan joga, csak ha azt mondjuk, és nem minden alap nélkül, hogy az alkotmánybíróság részben meg van fosztva, a részben az alkotmány értelmezéstől is, de egyáltalán a jogosítványai túlnyomó részétől, másrészt hát egypárti képviselők vesznek részt az alkotmánybíróságon, nevezzük nevén az alkotmánybírók elfogulatlan jogszeretetéhez kétségfér, akkor kivegye át ezt a funkciót, hanem a népképviselet, hanem a parlament. Akkor két kérdésem hadd legyen Szentpéteri Nagy Richárdhoz, aki alkotmányjogász mégiscsak. Remélem vitatkozunk. Hát, mindjárt kiderül. Az első kérdésem az, hogy az alaptörvény alkotmány ellenesen jött el létre. Ugye ez egy erős állítás, ezt állandóan halljuk. Tehát az érvényben lévő alkotmányból nem következett az, hogy ezt az alaptörvényt életre lehet hívni olyan módon, ahogy megtették. A másik pedig, amit Bárándi Péter említett az előbb, és akkor ez ugye két időben is eltérő aktus, hogy megteheti a parlament, hogy átlép az alkotmánybíróságon annak a legitimitását megkérdőjelezve. És azt mondja, hogy majd én leszek most az alkotmánybíróság egy kicsit.
Mind a két kérdés nagyon fontos, és összetett kérdés, bocsánatot kérek, tehát nem egyszerű kérdésekről van szó, mert holnap reggelig tartol a bevezetője is a válasznak. Nem túlozni akarok, hanem valóban. Ráadásul ugye az, hogy alkotmányosan jött létre az alaptörvény, az eddig ugye éveken át nem volt nagyon vitatva. A legitimitása valóban vitatva volt. Sőt, azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben, mely szépen 10 évvel ezelőtt, ugye 2011. április 25-én íratott alá a szöveg, akkor jött létre. Az elmúlt 10 év sem, az idő sem legitimálta igazán, szóval a közönségünknek egy nagy része nem szeretettel, pláne nem büszkeséggel tekint az alaptörvényre, sőt, szégyelnivaló is van benne köztünk, szóval egy rosszul megírt, túlírt, blaszfémiát tartalmazó, és itt tovább szöveggel van dolgunk. De az, hogy érvényesen jött létre, hogy alkotmányosan, hogy a legalitásával baj van, azt eddig az alkotmányjogászoknak egy nagy része nem nagyon vitatta. Most azonban, és az örömteli fejlemény, Vörös Imrének köszönhetően, és miniszter úr ugyancsak ugye negyed magával egy esszét publikált, harmad magával pedig egy levelet, egy publikus levelet is publikált, és ebben most már szó, ugye, és az említett szerzés, szó esik olyasmikről, amikről itt kéne beszélni. Valójában úgy áll a helyzet, hogy egy új alkotmány, egy új alaptörvény újsága, vagy újdonsága, elvileg éppen abban áll, hogy szakít a megelőző alkotmányossággal, tehát hogy az alkotmányos hamvaló létrejöttét igazából, hogyha valóban újdonságnak tekintjük, akkor nem is kellene számon kérni rajta. Ez az alaptörvény azonban nagyon furcsa módon, különös módon hivatkozik a megelőző alkotmányra, a köztársasági alkotmányra. Az alaptörvény záró rendelkezései között konkrétan megjelöl egy passzus, öt kettő, amelyre hivatkozván ugye, a felhatalmazást érzi, hogy ő alkotmányozhat. Ugye, tehát, hogy a 2010... Ki mondja, hogy érvénytelen. Ráadásul ki mondja, hogy érvénytelen, tehát itt számtalan dologra. Tehát hivatkozik arra, hogy az adja a legitimitását, ami érvénytelen egyúttal. Mm-hmm. Valójában ki mondja, hogy konkrétan ezt a szót is. Egy mondatban összefoglalva így van. Ráadásul az a passzus, amelyre hivatkozik, az alapján ezt valójában nem alkothatta volna meg ezt a szöveget, legalábbis nem ilyen címmel, mert az a passzus, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányának megalkotására hatalmazza fel az országgyűlést. Hogy ki az alkotmányozó, az is kérdés, mert maga a preambulum másképpen nevezi meg az alkotmányozót a preambulum elején, mint a végén, és ez megint más, mint ami a posztambulumban ugyancsak megneveztetik, tehát itt már három különböző alajról van szó, tehát nem egyszerű a kérdés. Ugyanakkor összefoglalva azt lehet mondani, hogy ha nincs kétharmad, és mégiscsak változtatni kéne, akkor itt a miniszter úr, vagy Péter által említett tiszta lappal, tabularáza törvénnyel esetleg valóban fölül lehet írni ezt a nem könnyű problémát. De hát egy alaptörvényt és annak passzusait egyszerű többséggel, ha én jól sejtem, nem lehet átírni. Valóban. Hát, ugye? Van ennek az egésznek veszélye. Hát ez egy olyan alkotmányos jogállami reform, hogy más szót ne használjak, mert ha más szót használok, akkor abba a általában beleértenek erőszakot is, habár nem kell, hogy beleértsünk a forradalom fogalomba erőszakot, és itt természetesen pont ez a legelkerülendőbb megoldás. Hát akkor jogalkotási forradalom is. Hát akkor az úgy talán igen, nem kereshetjük a félreérthetetlen megfogalmazást, de hát ez bizony kilépés valóban a formális jogászi tevékenységből. Itt azt mondjuk, hogy az alkotmányosság az, amit betartunk. Nem pedig a leírt szöveg, hanem az alkotmányosság szelleme. De egy ilyen szellemben megalkotott szabálygyűjtemény, nevezzük ezt az egyszerűség kedvéért talán így, mindegy, hogy minek nevezzük utána, hogy alaptörvény vagy alkotmány, az a mai többség által hogy lesz elfogadott? Hiszen akkor itt is egy legitimizációs problémával nézzük majd szembe. Igen. Nem legitimációs problémával, de bizonyos feszültségekkel egészen biztos. Ez elkerülhetetlen. Ezen sokat segít az, amit a levél is, és az eszé is javasol, hogy tegye nyilvánvalóvá az ellenzék, az összes, mind a hat párt, sőt az összes többi is, hogy erre készül. Most különböző jogfelfogások vannak. Történetesen az enyémtől kicsit távol áll az, hogy az országgyűlés hozta volna létre az alkotmánybíróságot. Szabad legyen inkább azt mondani, hogy az alkotmány hozta létre az alkotmánybíróságot, sőt voltak éppen akármilyen furcsa vagy nehéz ez, magát az országgyűlés is az alkotmány hozza létre, elvileg nem, de
Az alkotmányt pedig kisztúzással szóba a nép, vagy valamilyen néprészvétellel hozódik az létre más országban. Magyarországon azonban valóban az országgyűlés alkotja meg az alkotmányt, és ezzel olyan kötelező szabályokat alkot, amely saját magára is érvényes, és bármikor megváltoztathatja, ez nyilvánvalóan furcsa, tehát fordítva ülünk a lovon, nem mostantól, hanem már korábbtól kezdve az előző alkotmány is ebben a súlyos hibában szenvedett, nem szólva a kétharmados törvények egész sorával és itt. Tehát itt számtalan probléma van, és való igaz, hogy ennek neki kezdeni csak úgy lehet, hogyha nagyon komolyan átgondoljuk ezeket a dolgokat. Ez a vita, ami most elkezdődött, levelek és hozzászólások és számtalan egyéb nyilatkozatok nyomán, ez halatlanul hasznosnak ítélem. Ugyanak azt kell mondanunk, nem de, hogy bizonyos dolgokat célszerű nem elmondani, az alapdolgokat azonban fontos volna elmondani, hogy a közönség világosan lássa, hogy mire ad felhatalmazást. Azt nem tartanám teljesen helyesnek, hogyha az új országgyűlés, amennyiben a győzelem megszületik, és itt a számtalan föltétel teljesül, alkotmányozó nemzetgyűlésé alakuljon, azt azonban megfontolandónak tarthatnánk, nem de, hogy egy másik testület esetleg alkotmányozó nemzetgyűlés legyen egy külön választással, tehát itt egy két lépcsős alkotmányozás is lehetséges. A kérdés az... Nem lehetséges más. Világos, két lépcső. A két lépcső az egészen világos, csak az a kérdés, hogy az alaptörvényt teljes egészében érvénytelennek tekintsük, mint hogy közjogi érvénytelenségben szenvedés, ez világosan levezethető az előbb említett passzusból is, de más passzusokból is. Például, hogy az alaptörvény nem tekinti magát jogszabálynak egész különös módon. És két-három másik dolog alapján is levezethető, hogy nem egészen törvényesen jött létre, és ez alapján lehet valamit operálni, de nem lesz könnyű. Ezt mi folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, de most egy záró kérdésem azért, hadd legyen Bárándi Péter, ez jól értem? Ez a munka elkezdődött? Tehát jogtudósok dolgoznak azon, hogy 2022-ben egy ellenzéki győzelem esetén ezekkel a problémákkal is még számtalannal nyilván hogyan tudnak megbirkózni az ellenzéki igen, politikusok? Igen, de ennek valóban, és itt ismétlésbe bocsátkozom, valóban ezt a ennek a munkának a politikai térben való megjelenítéséhez, a legitimitásához feltétlenül szükséges, hogy ezt a politikai aktorok kimondják. Hogyha minket választotok, akkor errefele fogunk mozdulni. Nem lehet ugyanabba az aljasságba bele sodródni, amibe bele sodródott 2010-ben a hatalomra került politikai erő, hogy meg nem kérdezte, hogy van-e neki alkotmányozási feladata, joga, jogosítványa, hanem létrehozott egy szöveget, és azt mondta, hogy na ez az alkotmány. Hihetetlen izgalmas téma, és nagyon fontos beszélgetés, úgyhogy folytassuk, valóban komolyan gondoltam. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.